számos olyan intézkedést fogunk életbe léptetni az elkövetkező időszakban, aminek az a célja egyrészt, hogy elejét vagy végét vessünk azoknak a praktikáknak, ami nagyon sok embert zavar Kolozsváron. Gondolok itt a viráglopásokra, gondolok itt a műemlék rongálásokra, gondolok az olyan esetekre, amelyekről az elmúlt időszakban elég sokszor értesültünk, itt főleg a sírhely koncesziók meghosszabbításáról gondolok, illetve várom a kollégáim részéről azt az intézkedés csomagot, amit az elkövetkező napokban fogunk egyrészt megvitatni, illetve az ezt követően nyilvánosságra hozni, hogy egy komplex intézkedés csomagot állítsunk össze, ami a virágtolvaj esetében érintse a virágkereskedőt is, aki átveszi ezeket, és az egész kereskedelmi láncot próbáljuk felszámolni, hogy vessünk már véget ennek az állapotnak. És ezzel párhuzamosan azt is elmondhatom, hogy számos olyan lépést foganatosítottunk, vagy kezdtünk el az elmúlt időszakban, aminek az a cél, hogy levegyük ezt a terhet általában a temetőinkről. Beindítottunk egy tárgyalássorozatot a monostori temetők környékén lévő telektulajdonosokkal, hogy milyen formában tudjuk azt a temetőt megnagyobbítani, ugyanakkor folytatjuk azokat a tárgyalásokat, amelyek más köztemetők létrehozásáról szólnak. Nézzük meg, hogy milyen feltételekkel és hogyan tudjuk tehermentesíteni a temetőket. Nem titkolom azt sem, hogy felvetődött annak is a lehetősége, hogy akár hosszabbítsuk meg a koncesziós időszakot a meglévő temetőkbe, és valahogy próbáljuk rendezni hosszabb távon a sírkon tulajdonosoknak a helyzetét ezekben a temetőkben. Ezen kívül lejár a kisiparosoknak és a cégeknek az engedélye, akik a temetőkben dolgoznak. Ilyen vonatkozásban mire lehet számítani? Ott is változtatni akarunk. Itt főleg abba az irányba szeretnénk változtatni, ami gátat szabjon az olyan eseteknek, amikor idénymunkásokkal, napszámosokkal dolgoztatnak, nem kellő szakértelemmel rendelkező emberekkel, illetve azért vezettük be ezt az évente történő meghosszabbítás procedúráját, hogy évente ellenőrizzük, hogy betartották-e a játékszabályokat, vagy sem. Itt ebben a pillanatban 28 cégnek van meg az engedélye, hogy a kolozsvári köztemetőkbe dolgozhassanak. Értesüléseim szerint egyesekkel megvannak elégedve, másokkal kevésbé. Az elmúlt egy év alatt összegyűltek ezek az adatok, és ezeket megpróbáljuk egyrészt orvosolni, elemezni és korrigálni a különböző problémákat. Tehát megtörténhet a... Valószínűnek tartom, hogy lesznek olyanok, akik elvesztik ezt a jogosultságukat, lesznek olyanok, akik, hogyha tisztességesen végezték a munkát, akkor munkájukat, akkor meg lesz hosszabbítva ez az engedélyük, de mindenképp egy minőségi ugrás szeretnénk, tehát egy nagyon komoly lépést szeretnénk abba az irányba tenni, ami abba az irányba mutasson, hogy megfelelők ezekben, megfelelő szakértelemmel rendelkező emberek végezzék a munkát a temetőkben. Egy utolsó kérdés arra vonatkozik, hogy most önhöz tartozik a köztemetők menedzselése, ugye, és a házsongárdi temető felügyelet biztosító ügyosztályról eltávolították a magyar alkalmazottakat. Ezt lehet orvosolni annak érdekében, hogy Kolozsvár magyar polgárai is anyanyelvükön beszélő személyhez fordulhassanak, ha... Lehet orvosolni. Itt most tulajdonképpen a
legfontosabb döntés az az, hogy ki adminisztrálja ezt a temetőt. Ebben a pillanatban a döntések egy része a Városháza műszaki osztályának osztályához tartozik, ugyanakkor az őrzés, illetve az adminisztrálás másik része pedig a közterület fenntartó vállalathoz. Akkor, amikor mindig arról próbálunk információt szerezni, hogy akkor mi is történt, akkor mindig folyik a mutogatás a másik irányába. De ez az alkalmazott hol dolgozott? A RDP-nél vagy a Városházánál? Úgy tudom, hogy a Városházánál. A Városházánál az őrzés a közterület fenntartó vállalaté, a karbantartás egy harmadiké, tehát itt gondolok itt a takarítás, meg egyéb karbantartásra. Azt hiszem, hogy ez ebben a pillanatban az egyik legfontosabb döntés, amit meg kell hoznunk, hogy ki adminisztrálja felelősség teljesen ezt a köztemetőt. És úgy általában a köztemetőket. Találjunk egy megoldást arra, hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, hogy lehetőséget biztosítsunk az esetleges másikra mutogatásra, és itt most rövid időn belül ezt a problémát meg kell oldjuk. Elképzeléseink vannak, illetve már beindult a különböző részlegek részéről a tapogatózás. Én legszívesebben azt szeretném személy szerint, hogy legyen egy gazdája, aki vállalja a munkájáért a felelősséget, és ugyanakkor azt lehessen leellenőrizni megbízható módon. Azért mondom ezt, mert itt kezdve az őrzés kérdésével, ahol személyzeti gondok vannak, kezdve a különböző adatbázisok kezelésével, vagy egyáltalán egyes esetekben olyasmivel is találkoztam, épp nem ért rá munkaidőben azzal foglalkozni, most ezeket kéne orvosolni. Jussunk már el oda, hogy az önkormányzat minden egyes ügyosztály esetében kezdjünk el a szolgáltató önkormányzati vagy adminisztráció irányába elmozdulni. Nem biztos, hogy az a legnyerőbb vagy legszerencsésebb helyzet, amikor az embereket sétáltatjuk és papírok beszerzésére kötelezzük olyan esetekben, amikor ott vannak az adatai sok esetben, vagy a legtöbb esetben nálunk, de ennek ellenére küldözgetjük őket jobbra-balra. Másfelől, és akkor amikor mondom, hogy ilyen bürokratikus szinten is változások történnek. Megkérdeztem itt a kollégákat, főleg a gazdasági osztályon dolgozókat. Nem tartom korrektnek azt, hogy csak a sír tulajdonos fizetheti ki a koncesziót. Akkor, amikor 2011-ben bárki besétál a bankba és feltöltheti egy másik személynek a számláját egy X összeggel, főleg olyan körülmények között, hogy a tulajdoni jog az nem változik, vagy a koncesziós jog nem változik, akkor én nem látom semmi akadályát annak, hogy valaki bemenjen, elmondja, hogy ezt a sírt meg akarom váltani, és kifizesse azt az összeget. Nem lehet mondjuk azt feltételezni, hogy akkor elkezdődik a biznisz a sírokkal, hogy én kifizetem neked, de akkor majd átadod nekem, lemondasz. Nem, ez nem van szabályozva, ez a tulajdoncsere, illetve a koncesziós jognak a átruházása, ez le van szabályozva. Nagyon sokszor találkozom olyan esetekkel, amikor nem történt meg, akár családon belül sem, ez az átruházásnak a megoldása, de az még nem jelenthet akadályt annak érdekében, hogy megválthassa valaki a szüleinek vagy a nagyszüleinek a sírját. Lehet, hogy egyszerűen csak segíteni akar a szülőkön, nagyszülőkön, és én nem, miért nem fogadhatnánk el, hogyha ezt megtehetjük egy telefonszámával, megtehetjük egy villanyszámlával, akkor én nem igazán láttam, hogy ezt miért nem teheti meg bárki. Erre szakbizottsági döntés kell, vagy a városi tanács kell rábólintson? Nem, én azt láttam, hogy itt próbálom folytatni egy ilyen megörökölt szokást.
Mert akkor, amikor kérdeztem itt a kollégákat, hogy mutassák fel azt a papírt, amiben ez le van szabályozva, egy tanácsi határozatot, én még mindig december 9-én még nem jutottam ennek a birtokába. Viszont azt nagyon jól tudom, hogy hogyan módosították a koncesziós jognak az átruházását családon belül, leszűkítettük egész a második rokonsági fokig, de én erről még nem láttam rendelkezéseket, illetve az, aki meghozta, vagy meghozhatta valamikor, és nagyon sejtem, egyelőre csak sejtem, hogy valamikor a 90-es évek elején történhetett ez ilyen utasítás szinten. Funári örökség vagy? Akkor valószínű, hogy ezt korrigálnunk kell nagyon rövid időn belül.